A hit kapuja. Székely János püspökatya és Kindelmann Győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ahogy hallhatták, a következő órát Székely János püspök úrral és Kindelmann Győzővel tölthetik együtt. A múlt héten kezdődött hit évéről rádiónkban is sokat hallhattak, már is bizonyára fognak is majd, ezért most csak azért ejtek róla szót, mert műsorunknak a címét, a Szent Atya hit évét meghirdető apostoli buzdításából kölcsönöztük. Nem véletlen ez, hiszen a hit évében talán még inkább szem előtt kell tartanunk, hogy a mi hitünk csak akkor lehet igazán stabil, hogyha ismerjük a kereszténységgel szemben, vagy a kereszténységgel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, kételyeket, és választ is tudunk azokra adni, elsősorban önmagunk, de időnként mások számára is. Az elmúlt héten egy hosszúra tervezett műsorfolyamot kezdtünk meg. A Biblia egyes könyveit fogjuk hétről hétre megvizsgálni, és megpróbáljuk feltárni azokat a pontokat, amelyek sokak számára kérdésesek. Szentíró most mondja, hogy aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Nos, egyfajta nézőpontból mi ezt a megismerést szeretnénk elősegíteni. Előző adásunkban a teremtésről beszélgettünk, most pedig a teremtés történet emberre vonatkozó szakaszait vesszük egy kicsit nagyító lencse alá. Püspök atya, az ember teremtése kapcsán, és most vonatkoztunk el azért picit a Bibliától, de megkerülhetetlen az a kérdés, hogy mit is gondoljunk az evolúcióról. Manapság már nem egyértelmű a tudósok között sem a teljes, a mindenre kiterjedő evolúciónak a létezése, vagyis hogy teljesen különböző fajok létre jöhetnek-e egymásból. De mi a helyzet az ember teremtésével? Kizárja-e az Isten általi teremtés az evolúciót, vagy ha nem, akkor hogyan egyeztethető ez össze a Bibliával és a kereszténységgel? Van ugyanis egy kisarkított logikai érvelés, amely úgy szól, hogy Isten ugye a tézis, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. De hogyha a mai élő embert vesszük alapul, akkor mondjuk mit mondhatunk a különféle elő- és ősemberekre? Ők a primitív emberek is Isten képmásai voltak. Sőt, a fosszilis leletek alapján ugye az is kiderült, ezt ma már úgy vallják a tudósok, hogy az emberré válás során voltak zsákutcák is, tehát például a neandervölgyi ősember, amely kihalt, de az értelmes emberek közé sorolták rendszertanilag őket, de a mai élő homo sapiens nincs velük rokonságban. Tehát összegzem akkor a kérdésemet, hogy milyen külső vagy belső tulajdonságokat értsünk az alatt, hogy Isten képmásai vagyunk, és akkor mi a helyzet az evolúcióval? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. És talán azzal kezdeném, hogy nyilvánvaló az, hogy az ember Isten képmása semmiképp nem olyasmit jelent, hogy külsőleg bármelyik fajtája a homo sapiensnek vagy neandervölgyi típusú ősembernek hasonlítana az Istenre. Tehát Istennek nyilvánvalóan nincsen keze, nincsen lába, ahhoz, hogy szóljon, nincsenek hangszálai, nincsenek agysejtjei ahhoz, hogy gondolkodjon. Tehát abszolút nem ezt jelenti a hasonlóság, és ilyen értelemben nem is merül föl talán ez a probléma, hogy most hogy lehet, hogy egyszerre több típusú ősember is az Úristen képmása lehetne. Ha szabad egy kis kitérőt tenni, az ókori ember ezt a kifejezést, hogy Isten képmása, sok esetben használta mégpedig uralkodókra. Például a babiloni királyt így hívták, hogy Marduk képmása. Vagy a fáraót is gyakran így nevezték, hogy az istenségnek a képmása képe. Ugyanis ahogy az Isten uralkodik az égben, úgy a király, az uralkodó uralkodik a földön. Tehát ő a földi Isten hasonlít az Istenhez, mert mindenki fölött van. Ezért mondták, hogy a
az uralkodó Isten képe. És a Biblia úgy tűnik, hogy ugyanebben az értelemben használja elsősorban ezt a kifejezést, hogy az ember Isten képmása. Rögtön így is folytatja, hogy ők uralkodjanak a tenger halain és az ég madarain. Vagyis a Biblia azt akarja mondani, hogy az ember a világ mindenségnek a csúcsa, az ura, a gazdája, a pásztora. Az Isten nem szolgának teremti az embert, ahogyan nagyon sok ókori keleti mítosz gondolta. Sokszor úgy ábrázolják az ember teremtését, mint hogy az Isteneknek kellenek szolgák, akik őket dicsérik, ennivalót hoznak a templomaikba, és ezért alkotják meg az embert. A Biblia gyökeresen másképpen fogalmaz. Az ember úgy jelenik meg, mint a világnak az ura, nem szolga, nem is része a világnak, tehát nem egy szükségszerű alkatrész, hanem Isten társa, akit Isten szabadon szeretetből teremt. Az, hogy az ember Isten képmása, az tehát alapszinten jelenti ezt, hogy a világ mindenség ura, és ebből következően az, hogy Istennek szabad önálló társa, akinek értelme, szabad akarata van, aki képes az Istent szeretni. Gyönyörűen ábrázolja ezt a valóságot Michelangelo a Sixtusi kápolnának a mennyezet freskóin, ahol Ádám teremtését is többek között láthatjuk. És ott szinte azt érzékeli az ember, talán ismerős ez a kép sokaknak, ahogyan az Úristen megérinti az embernek a kezét, az ujjuk éppen, hogy majdnem összeér, a szemük találkozik. És látszik az a pillanat, ahol létrejön az első értelmes ember, és az Úristen mint egy szülő, vagy mint egy társ, nagy szeretettel nézi az ember. Talán ahhoz hasonlóan, ahogy egy szülő, amikor a gyermeke megszületik és boldog, látja ezt a soha eddig nem létezett új életet elindulni. Az Úristen is ugyanilyen módon teremti az embert, nem szolgának, hanem társnak erre a szeretett kapcsolatra. Tehát az Isten képmásiság ezt jelenti, és ahol az ember megjelent, ahol értelmes és szabad lény a Földön megjelent, ott nyilván ilyen értelemben Isten képmása volt, függetlenül attól, hogy a testi fölépítése éppen milyen volt, vagy milyen rokonságban állt az egyik ág a másiktól. Az értelem, vagy a lélek mondjuk sorolható az Isten képiséghez a hasonlóságot illetően? A középkor kezdte ezt ilyen kicsit elvontabban megfogalmazni, és azt mondani, hogy a Isten képmásosság az értelem és a szabad akarat elsősorban, tehát az embernek a szellemi-lelki része. Ahogy említettem, valószínűleg a bibliai szerző még ezt nem tudta volna ilyen elvontan megfogalmazni, hanem sokkal egyszerűbben ő csak erre gondolt, hogy az élő lényeknek a csúcsa az ember, aki nem alkatrésze a világnak, hanem pásztor a gazdája, és aki az Isten társa. Tehát ez, ami a Bibliában már világosan megfogalmazódik, és aztán később a teológia ezt kicsit racionálisabb nyelven így fogalmazza, hogy értelem és szabad akarat, tehát az ember szellemi-lelki képessége, ebben vagyunk Isten képmásai. Szabad akaratról valószínűleg fogunk még majd szót ejteni a műsoraink során, viszont akkor térjünk vissza a kérdésem első felére, amely másfél évszázada létezik, teremtéstörténet kontra evolúció. Ha egyáltalán kontrát lehet itt mondani. Az evolúció, ahogyan ez el is hangzott a kérdésben, ez egy tudományos hipotézis, tehát egy feltételezés, aminek nyilván nagyon sok pontja tetten érhető és igazolható, de ugyanakkor nagyon sok pontja homályos. Hadd mondjak egy néhány olyan részletet, ami valóban igazolja az evolúciónak a tudományos elméletét vagy hipotézisét. Döbbenetes az a hasonlóság, ami a DNS láncok között van. Tehát egy embernek mondjuk a DNS-e, meg egy egérnek a DNS-e között olyan döbbenetes hasonlóság van, amit a tudósok ámulattal néznek, és azt tűnik magától értetődőnek, hogy valami kapcsolat a kettő között kell, hogy legyen. Egy második nagyon fontos jel, ami ebbe az irányba mutat, az őslénytani leletek. Tehát, hogyha nézik
a tudósok azt, hogy milyen típusú élőlények éltek az élet létrejötte utáni időkben, és aztán később, akkor azt látjuk, ezt mutatják a leletek, hogy a legbonyolultabb formái az életnek, mondjuk az emlősök, főemlősök, ezek nagyon későn jelennek meg, és ténylegesen az élet kezdetekor sokkal kezdetlegesebb, egyszerűbb formáit találjuk meg az élőlényeknek ezekben a fosszilis leletekben, amelyek előkerülnek. Tehát egy fejlődés itt teljesen nyilvánvalóan látszik. És egy harmadik fontos érv, amit sokan említenek, az embriónak a fejlődése, akár az emberi embriónak az alakulása is, amely mintha végigjárná az evolúciónak egy-két állomását. Tehát úgy tűnik, hogy valóban van az élővilág törvényeibe egy ilyesfajta fejlődés beültetve. Az evolúcióban van folyamatosság is, és van törés is. Tehát alakulnak az élőlények, aztán úgy tűnik, hogy vannak ugrások. A kérdésre, hogy teremtés vagy evolúció, azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen úgy kell válaszolnunk, hogy is. Az evolúció az egy tudományos jellegű hipotézis, ami leírja a hogyant. Leírja azt, hogy hogyan alakul az élet, hogyan fejlődik esetleg az egyik faj a másikból, hogyan bontakozik ki az életnek az egyre nemesebb formája, egyre bonyolultabb formái a Földön. Tehát ez egy leíró tudományos elmélet. Azzal, hogy ezt leírták, hogy nagyjából ilyen egymás utánban következnek a folyamatok, ezzel nem indokolták meg. Tehát az evolúció nem magyarázat, hanem leírás. A teológia pedig a hitünk arra tanít minket, és a normális, racionális gondolkodás is oda vezeti a gondolkodó embert, hogy ezeknek a minőségi töbleteknek, léttöbleteknek, amik létrejöttek, ezeknek kell, hogy legyen elégséges oka. Kell, hogy legyen valami magyarázata. Magától az élettelemből nem lesz élő. Az első nagy törés az evolúcióban, egyáltalán az élet megjelenése. Volt már erről szó, hogy annak ellenére, hogy az ember jelenleg, a tudomány jelenleg már ismeri egy egyszerű élősejtnek minden alkatrészét, tehát le tudjuk írni a sejthártyának, a fehérjéknek, a DNS-nek is a teljes képletrendszerét. Ennek ellenére élő sejtet, élő anyagot nem tudunk létrehozni. Élettelemből élőt az ember nem tud csinálni. Mert itt van egy minőségi ugrás. Ezt a teremtőnek a jelenléte tudta létrehozni, aki mint mágnes lebeg a világ fölött, mindent maga felé vonz, és erőt ad az anyagnak ahhoz, hogy fejlődjön. Az élettelennek arra, hogy lassan élővé legyen. Tehát a teremtőnek a műve. A hitünk az okot mondja meg, az oka teremtés. A teremtés nem úgy kell elképzelni, mint varázspálcával hirtelen létrehozni zsiráfot és elefántot és más lényeket, hanem az Úristen évmilliárdok alatt teremti az életet. Az ő teremtő ereje, ahogy mondja a Biblia, ott lebeg a vizek fölött, erőt ad a világnak ahhoz, hogy fejlődjön. Vagyis az evolúció és a teremtés között nincs ellentét. Az evolúció csak leírás, nem magyarázat, az igazi magyarázat az élet létrejöttére, a Teremtő Istennek a jelenléte. Viszont, hogyha az evolúciónak a láncát, a logikáját tekintjük, akkor ugye az abból indul ki és oda torkolik, hogy az egysejtű élőlényekből jöttek létre az egyre bonyolultabb, a komplexebb szervezetek, szerveződések, mely végül jelenleg mi úgy tartjuk, hogy mi magunk vagyunk a földi életnek a koronái, tehát amely az értelmes, szabad akarattal, lélekkel, mi így mondjuk keresztények lélekkel bíró emberig vezetett. A kérdés az, hogy ez lehetséges-e, vagy pedig mi a keresztény hitünk szerint erre mit tudunk mondani, hiszen vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy állatok esetében ez még elfogadható, de az emberi értelem tekintetében már mindenféleképpen isteni beavatkozás kellett. Tehát eljuthatunk-e, vagy eljuthat-e az evolúció, hogy egyszer csak az értelmes lényt, mondok egy másfajta példát, hogy könnyebben érthető legyen, lesz-e például értelmes macska, lélekkel bíró macska, vagy pedig szabad akarattal rendelkező elefánt a
az évmilliók távlatában bármikor. Egyébként hadd említsek meg itt egy érdekes példát. Van egy amerikai szerző, űrkutatástól kezdve orvosi és más egyéb dolgokkal is foglalkozik az illető, Carl Sagan a neve, és van egy műve, amely Magyarországon is megjelent, az a címe, hogy az Éden sárkányai, és ebben az emberi evolúció, vagy bocsánat, az emberi intelligenciának az evolúciójáról elmélkedik, és ebben a műben olvashatunk egy esetet, hogy egy kísérlet, amelynek egy csimpánz az alanya, és ugye a biológusok, a kiinduló pont az, hogy a biológusok azt állítják, hogy a majmok beszédjének például tulajdonképpen csak azt szabgáltat, hogy a garattyúk az nem alkalmas arra, hogy hangot képezzenek vele. A kísérletben ezért egy majmot megtanítottak az emberek, a süketnémák által használt kézjelek néhány, tehát egy részére, és amikor már jó néhányat ismert, összehozták őt egy süketnéma emberrel, és a megtanult jelek alkalmazásával, idézőjelbe téve, elbeszélgettek egymással. És a süketnéma ember később döbbenten azt nyilatkozta, hát olyan volt, mintha egy teljesen idegen intelligenciával kellett volna társalognia. Tehát a kérdésem akkor az, hogy ennek a kis történetnek is a függvényében, hogy eljuthat-e az élővilág bármely szervezete, szerveződése az emberi szintre, az intelligenciára, lélekre, szabad akaratra, stb. Hadd térjek vissza a kérdésnek az elejére, hogy az emberi értelemnek a megszületése az így hangzott el, hogy kell-e hozzá külön isteni beavatkozás. És hadd pontosítsam ezt, hogy a keresztény hit szerint az egész teremtett világnak a fejlődése isteni beavatkozás által történik. Isten mindenütt jelen van. Az ő ereje mindenütt jelen van. Ő hívja létre, és az ő ereje ad erőt az anyagvilágnak ahhoz, hogy fejlődjön. Az isteni beavatkozást azt nem úgy kell elképzelni, hogy az Úristen a kezével lenyúl, és elkezdi az atomokat bármilyen irányba terelgetni, hanem Isten mindenütt jelen van, ezért használom ezt a szimbólumot, hogy mágnes, ami mindenre hat, az ő ereje átjárja az univerzumot, tehát az evolúciónak egyetlen pontja sincs isteni beavatkozás nélkül. Ez szüntelenül ott van az erő, ami vonzza maga felé a világot. Akár folyamatos ez a fejlődés, úgyhogy szinte alig vesszük észre, hogy hol történnek a minőségi előrelépések, akár van egy törés benne, és úgy tűnik, hogy egy nagyot ugrott a fejlődés, de mindenütt az isteni erő az, ami ezt lehetővé teszi. És nyilvánvalóan az emberi értelem létrejötte, az egy ilyen ugrás. Tehát egy döbbenetesen új dolog, ahol megjelenik a szabad és öntudattal, értelemmel rendelkező lény. Ahogy egy ilyen ugrás az érzékelés megjelenése is, vagy az élet megjelenése. Tehát vannak az evolúcióban ilyen ugrások, ahol jobban tetten érhető az Isten teremtő jelenléte, de ez az egész folyamatban természetesen ott van. Az evolúcióban van folyamatosság, és talán ez a majom kísérlet, ez ezt is mutatja. Hadd mondjak erre egy sokkal távolabbi példát. Egy érdekes kísérletet végeztek növényeken, hogy valaki egy pálmaházba bement, és egy karddal rengeteg növényt lekaszabolt. És aztán ezt megismételték egy csomószor, és figyelték közben az éppen maradt növényeknek a kémiai reakcióit. És egy idő után kimutatható volt, hogy ahogy az ember bement, belépett a pálmaházba, egyes növények ezt megérezték. És egy különleges kémiai reakcióval válaszoltak, tehát talán emberi szóval azt mondanánk, hogy féltek. Megismerték az embert, és féltek. Tehát valami gyökere, úgymond a félelem érzetnek, ami az állatvilágra jellemző inkább, az mintha egyes növényekben is már meg lenne. Ahogy fényérzékelésre is van olyan növény, ami valamilyen szinten képes. Tehát van egy folyamatosság is az evolúcióban, és nyilván a főemlősök és az ember között is van folyamatosság. Egy másik híres ilyen csimpánz kísérlet az arról szólt, hogy sokáig azt mondták, hogy az embernek egy különleges sajátossága az eszközhasználat, hogy képes tudatosan dolgokat felhasználni. És egy híres kísérlet például, hogy egy banánt, egy majom egy pálcával ügyesen magához tud
kotorni, akkor is, hogyha először el kell magától távolítani, tehát úgy van beállítva, hogy csak akkor tudja magához oda piszkálni, ha először egy kicsit messzebbre tolja, egy idő után a csimpánz erre képes. Tehát nem csak a törést kell azt hiszem állítani, hanem látni kell a folyamatosságot is az élővilágon belül. Az is azonban úgy gondolom teljesen nyilvánvaló, hogy vannak törések. Tehát ember és mondjuk főemlős között, vagy ember és emberszabású majom között gyökeres különbségek vannak. Hogy mondjak egy-két ilyen gyökeres különbséget, nagyon érdekes, hogy az embernek a szellemi volta, a szabadsága, öntudata, az a testi viselkedésében és fölépítésében is megjelent. Például ilyen jele annak, hogy az ember ember, a kezünk. Az emberi kéz az teljesen más, mint a majomnak az első végtagja. A kezünk az fölszabadult. Nem arra van specializálódva, mint a majmoké, hogy ágakat fogjon, hanem lassan ettől fölszabadult, és nagyon sok mindent tud csinálni, ceruzát fogni, kalapácsot és ekét, és sok minden mást. Pontosan azért, mert az ember az nem egy feladatért van, hanem az ember számára a léte egy kérdés, hogy mit is kell az életben csinálnia. Az ember fölegyenesedik. Ez is egy nagyon fontos jele annak, hogy nincs egy élettérhez kötve, hanem szétnéz, hogy merre is menjen, mit is csináljon. Az emberi szexualitás az, hogy a szexualitás folyamán nézi egymást a férfi és a nő. Ez is ritkasága az élővilágban, vagy az, hogy személyessé válik, hogy tartóssá válik a párkapcsolat. Csimpánzoknál például nagyon gyakori, hogy két vadidegen csoport találkozik, és az első dolguk az, hogy testi kapcsolatra is lépnek egymás. Ez egy olyan bemutatkozó ritus. Tehát nem személyes kapcsolatnak az eszköze, vagy módja a testi egyéválás, hanem egy ilyen apró ösztönös valami. Tehát nagyon sok jele van annak, hogy az ember ember. És a testi életünkben is ezek megnyilvánulnak. Vagyis én azt hiszem, hogy egyszerre kell látni a folyamatosságot, nem kell meglepődni azon, hogy vannak olyan pontok, ahol meglepődve látjuk, hogy valami kis csírája gondolatnak, érzésnek, stb. Van főemlősökben, de azt hiszem nagyon fontos világosan látni a gyökeres különbséget is. Tehát akkor nagy vonalakban mondhatjuk azt, hogy rossz fogalmazás, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy teremtés vagy evolúció, hanem az és szócskával tudjuk inkább közelebb hozni a valóságot, tehát teremtés és evolúció. Maradjunk egy kicsit még a tudomány és a Biblia tárgykörénél, és egy picit most magamhoz ragadnám a szót egy percre. Évszázadok óta sokakban fölmerült már, hogy valóban egy közös őstől származik-e az emberiség, mint ahogy azt a Biblia leírja. Nos, hogyha nem is olyan értelemben, mint ahogy azt a teremtés és történet elbeszéli, de a modern géntechnológia révén kiderült, hogy valóban minden ma élő ember egyetlen ősanyától származik, akit a tudósok mitokondriális Évának neveztek el. A szóra egy magyarázat, a génjeink egy kicsiny hányada nem a sejtjeinknek a sejtmagvában van, hanem az úgynevezett mitokondriumokban. Erről kapta a nevét a mitokondriális Éva, és ez a mitokondriális DNS csak anyai ágon öröklődik, tehát ez a specialitás, és ezért lehetett a dolgot nyomon követni, tehát mindjárt az anyánktól, az anyai nagyanyánktól, és így a dédnagyanyánktól örököljük ezt, és ennek alapján juthatunk el a mindannyiunk közös ősanyjáig. A mitokondriális Éva a vizsgálatok alapján valamikor 200 ezer évvel ezelőtt élhetett Kelet-Afrikában. Természetesen nem olyan értelemben volt ő ősanya, hogy ő lett volna mondjuk az első nő, vagy az adott időszakban élő egyetlen nő, és az ő gyermekei népesítették be később a földet, hanem
Azt, hogy az ősidőkben, ezt szintén fosszilis leletek bizonyítják, több esetben is néhány száz fősre csökkenő emberi populációból ennek a mitokondriális évának, tehát az ő vérvonala az egyetlen, amelyik mindmáig fennmaradt, és mindannyiunkban megtalálható. A többi ősember leszármazottjai vagy kihaltak, vagy egyszerűen nem született, mert ugye ez is egy része lett a dolognak, hogy nem született minden generációban leánygyermek, aki továbbadhatta volna a női ágon öröklődő mitokondriális DNS-t. Ez csak egy kis kitérő volt, hogy tudomány ilyen érdekes dolgokat is felszínre hozhat, de hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy ez a bizonyos mitokondriális éva volt az egyetlen egy nő és az egyetlen egy ősanya. Érdekességként ezt elmondtam, de azért most térjünk vissza a teremtés történetnek a leírásához. Nagyon komoly dolgokat mondott itt az elmúlt percekben, negyed órában, fél órában már Püspök atya, de térjünk egy kicsit könnyedebb témára át. Az elmúlt századokban nagyon sok elmélet született az Édenkert helyének a meghatározására. Nemrég éppen kezembe került egy középkori kézirat, amelynek egy biblia magyarázattól származik, és az ember megmosolyogtató, ilyen nemzeti öntudattól vezéreltetve éppen azt mondta, hogy az Édenkert az nem lehetett máshol, francia volt az illető, csak Franciaországban. No hát ez egy mosolyogtató dolog ugyan, de a Biblia négy folyót említ határként, amelyek közül a Tigris és az Eufrátesz az ismert számunkra is, de a másik kettő nem. Ugyanakkor, és itt visszatérek az előbbi mondandómra, az Évával kapcsolatban a tudománynak a mai állása szerint az összes mai élő ember egy Afrikából kiindult, mondjuk így, hogy törzsi vándorlásnak a leszármazottja. Hát mit gondoljunk ennek a fényében a Biblia állítással és az Édenkert, mondjuk így, hogy utólagos helymeghatározási kísérleteiről? Nagyon érdekes a teremtés történetben ez a rész, ahol a paradicsomkert négy folyójáról hallunk, illetőleg arról, hogy négy folyó fakad ebből a csodálatos kertből. Nagyon nyilvánvaló, hogy ez félig-meddig szimbolikus üzenetet hordoz. Maga a négyes szám is, amelyik utal a négy égtájra, észak, dél, kelet, nyugat, tehát az univerzalitásra, illetőleg utalhat az ókori ember szerint arra négy alapelemre, amelyből az anyagvilág áll. Az ókorban így tartották, hogy négy elemre vezethető vissza minden anyagi létező, a föld, a levegő, a víz és a tűz. Tehát a négyes szám ezért lett az univerzalitásnak a száma. Egyébként a Bibliában ez gyakran megjelenik, például a Jelenések könyvében a négy élő lény, megint csak a kozmosz szimbólumai, a kozmosz erői, a négy csésze, amit a négy élőlény leönt, az megint csak a négy alapelemet pusztítja, a földet, a levegőt, a vizet és a tüzet. Tehát az ókori emberben egy nagyon élő szimbolika volt. A folyókkal kapcsolatban valóban kettőnek a neve egy kicsikét titokzatos, a Píson és a Gihon. Azonban a zsidó magyarázók az ókori, tehát a bibliai szöveghez még nagyon közeli magyarázók ezt a kettőt is azonosítják, és talán helyes módon. A Pisont nagyon gyakran azonosítják az Indussal. Ugyanis a bibliai szöveg azt mondja, hogy Hevila földjét kerüli meg, és sok arany is van ott, meg más terményeket is említ. Hevila pedig nagyon gyakran a Bibliában Indiának az egyik neve. Tehát könnyen lehet, hogy itt valóban az Indusra gondol a szerző, a Gihont pedig Josephus Flavius Philon, tehát korabeli zsidó magyarázók a Nílusnak nevezik, és ez megint csak megfelel a bibliai leírásnak, azt mondja a történet, hogy Kus földjét kerüli meg, és Kus Egyiptomtól délre levő egyik törzsnek, illetőleg törzsi területnek a neve. Azt nem tudták soha pontosan az ókorban, hogy a Nílus honnan ered, honnan jön. Tehát egy titokzatos dolog volt, de azt sejtették, hogy valahonnan Egyiptomtól délre ered, és talán erre utal ez a leírás is. Ha ez tényleg így van, akkor a négy folyó az akkor ismert világnak, a zsidók által ismert világnak a négy legnagyobb folyója. Nyugatra, ameddig terjedt az ismeretük, ez Egyiptom. Egyiptomnak a nagy folyója a Nílus, és keletre pedig India, az Indus. Tehát az általuk ismert négy legnagyobb folyó.
Vagyis ha valóban ez volt a Szent Szerzőnek a gondolatában, amint ez nagyon valószínűnek tűnik, akkor az üzenete az, hogy az Édenkert az egész világ. Az egész világ paradicsomkert lehetett volna, és az is volt, ha az ember a bűnével el nem rontja, a háborúkkal, a gyűlölettel, a környezetszennyezéssel és mindennel tönkre nem tesszük. A világot Isten szépnek és jónak alkotta. Ez olyan, mint egy gyönyörű paradicsomkert. Emellett persze megjelenik az a vágy is talán, hogy lokalizálják az Édenkertet. Tehát ez a gondolat is megjelenik, és azt mondja, hogy keleten, kertet telepített keleten, Édenben. És tudunk egyes forrásokból ilyen helység megjelöléseket is, hogy Bét Adínu, az Éden háza, vagyis lehetséges, hogy volt egy ilyen terület is Észak-Mezopotámiában, amit egy időben így is neveztek. Később aztán ez kap egy ilyen általánosabb értelmet. Éden egyébként azt jelenti, hogy öröm, gyönyörűség, boldogság. Ahogy ennek a perzsa lefordítása, ami a görög ószövetségben szerepel, az egy perzsa szó, pardes, ebből van a magyar paradicsom szó, ez pedig azt jelenti, hogy ilyen kényelmes kert, vagy gyönyörök kertje, abban az értelemben, hogy egy ilyen szépen fákkal beültetett szórakozásra, tehát nem gyümölcstermelésre, vagy mezőgazdasági munkára, hanem az örömre szolgáló kert. Vagyis van talán egy ilyen szándék is, hogy Mezopotámiába helyezzék el az Édenkertet, ahonnan egyébként a zsidóságnak az ősei származnak. Afrikával kapcsolatban nyilvánvalóan a hitünk az soha nem mondhat és nem is mond ellent a tudománynak. Ugyanis mind a kettő ugyanazt a valóságot próbálja megismerni, a tudomány a teremtett világot, ami szintén az Úristentől ered, a hitünk a bibliai kinyilatkoztatást, ami szintén őtől ered, tehát elvileg soha semmi ellentét nem lehet a kettő között. Ha valóban így van ez, amint úgy tűnik, hogy ténylegesen így van, hogy a mai emberiségnek az eredete Afrika, Afrikának a középső része, ezzel a hitünknek semmilyen problémája nincs. Tehát a bibliai paradicsomkert szimbolikusan lehet Afrikában, ahol az ember elindult, akkor még a történelme kezdetén teljesen tiszta lappal. Tehát erre is jó emlékeznünk, hogy sajnos a mi előtörténetünk az egy már beszennyezett világ, a bűn által megrontott világ. Ahhoz hasonló ez, mintha szennyezett levegőben születnénk, amit szívnunk kell. Az első emberek azok nem ilyen világba születtek, hanem olyanba, ahol még semmi bűn nem volt. Tehát valóban egy teljesen tiszta lappal indultak, és ilyen értelemben az életük paradicsomi volt. És aztán sajnos az ember döntött a rossz mellett, és ilyen módon elveszítette ezt az állapotot. Tehát a paradicsomkert ezt jelenti, nem egy fizikai hely, hanem az az állapot, ahol az ember Isten barátságában él. Egyébként az, hogy ez konkrétan egy ember pár volt-e, vagy pedig több ember, ez megint csak nem tartozik a hitünk lényegéhez. Az egyházunk kifejezi azt a hitét, hogy a bűn az nem eredeti része az ember lényének, hanem az egy szabadon meghozott rossz döntés, tehát az áteredő bűn tanában, hogy volt egy első bűn, és azóta a bűn sajnálatos módon megsebzi az embert, mindannyiunkat, akik a világba születünk, sajnos egy már megsebzett világba születünk. Ezt a tanítást az egyházunk vallja, de ez nem egy ilyen fizikai átöröklést jelent. Tehát nem feltétlen követeli meg az, hogy egyetlen őstől származon az emberiség, lehetséges, hogy egy nagyobb csoport volt, akiknek a történetében megjelent a bűn, és attól kezdve a bűn uralja az emberiség életét. Most hallgassunk egy kis zenét, és utána egy olyan témára fogunk áttérni a bibliai teremtés történettel kapcsolatban, amely a mindennapjainkat is érinti.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallgatják, benne a Hit kapuja című műsort, Székely János püspök úrral és Kindelman Győzővel. Folytatjuk a teremtés történettel kapcsolatos kérdéseinknek a felszínre hozását. Püspök atya, azt olvashatjuk a Biblia első könyvében, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és rögtön a teremtés után az Úr ezt mondja az embereknek, hogy legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. Azt hiszem, ez a rövid mondat komoly alkalmat ad nekünk arra, hogy beszéljünk azokról az erkölcstani vonatkozásokról, amely ezekből a szavakból ered, vagy származtatható. Manapság egyre jobban terjedőben van az úgynevezett gender ideológia, amely többé-kevésbé azt vallja, hogy az ember valamilyen, nem értelemben, valamilyen semleges lénynek születik, és alapvető joga és képessége, hogy aztán később maga határozza meg a nemét, a szexuális kapcsolatainak a formáját, stb. A gender kifejezés azonban eredetileg nem hordozott negatív felhangot. Az angol szó nagyon eredeti, tehát hagyományos értelmében, nyelvtani értelemben a hím és a nőnemet jelenti. Az utóbbi években azonban ugye eluralkodott az a nézet, hogy a nemiség valójában két fogalmat jelöl, ugye egyszer a biológiai nemet, és másfelől pedig a pszichikus szociológiai nevet, és ez utóbbira mondják, vagy használják mostanában ezt a gender kifejezést, vagy az ebből kialakuló gender ideológiával találkozhatunk sokszor. Csak egy példát mondok arra, hogy mit jelent ez. Például egyesek azt állítják, hogy az anyai szeretetet nem a természet oltja a nőkbe, hanem meghatározott kultúrkörülmények, amelyeknek a változásával ez az érzés is változhat, vagy akár teljesen meg is szűnhet. Tehát a gender ideológia azt sugallja, hogy minden szexuális orientáció, heteroszexuális, meleg, leszbikus, biszexuális, folytathatnám tovább, egyenértékű, és a társadalomnak ezt kell elfogadnia. Nos, tehát térünk vissza az előbbi kiinduló pontukra, az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Beszéljünk a püspököt erről a teremtés könyvéig visszavezethető problémáról. Mindenek előtt hadd szóljak egy pár szót arról, hogy abban, hogy az ember férfi és nő, abban a teremtőnek egy nagyon fontos szándéka és célja rejtőzik, mégpedig az, hogy az embert szeretetre teremti. Arra teremti, hogy a férfi és a nő a szerelemben, a kapcsolatban, az egymás iránti önátadásban, ebben a szeretett szövetségben bontakozzon ki és éljen. A teremtőnek a szándéka az, hogy minden élet szeretetből fakadjon. Ugyanaz a cselekedet biológiailag is, amivel egy férfi és egy nő az egységét megünnepli, a szeretetét, a testi egyéválását átéli, megünnepli, ugyanebből a cselekedetből fakad az élet. Ez egyben termékeny is. És emögött a teremtőnek a tervei szándéka van, hogy minden gyermek élete mögött ott legyen a szülei szerelme. Ebből táplálkozzon, ez legyen a fészek, ami a gyermekkorának erőt ad, lelki táplálékot ad. És ugyanakkor a teremtő szándéka az, hogy a férfi és a nő szerelme az ne záródjon egy páros önzésbe, hanem túlcsorduljon, ebből élet fakadjon. Tehát egy nagyon mély szándéka a teremtőnek, ami összeköti az életet és a szeretetet. És azt akarja, hogy az élet szeretetből fakadjon, a szeretetből pedig élet fakadjon. Ezen belül nyilvánvalóan az is a természetbe objektíve beültetett törvény, hogy a férfi és a nő egymáshoz van rendelve. A kereszténység úgy gondolja, hogy ez az abszolút objektív tény. A nemi szerveknek a szerepe, a funkciója az, hogy a férfi nemi szervei tudnak a nőjével találkozni, így tudnak ők egyé lenni, és ebből tud élet fakadni. Azt gondoljuk, hogy ez objektív, természeti tény, úgy is szokták ezt hívni, hogy természet törvény, amit a teremtő magába, a természetbe ültetett be. És ha egyes embereknél ez nem ilyen módon működik, anélkül, hogy őket elítélnénk, emiatt megvetnénk, kisebb értékűnek tartanánk, feltétlenül bűnösnek tartanánk, tehát mindenfajta ítélet kimondása nélkül, azt gondoljuk, hogy itt valami meghibásodott. Tehát nem a természetes rendje szerint működik, hanem valami
ezt a természetes rendet megbontotta. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy ez a probléma az utóbbi, tehát a homoszexualitásnak, meg a gender ideológiának a propagálása, az utóbbi évtizedekre jellemző nagyon erőteljesen, magának a problémának a megnövekedése is, és ennek valószínűleg az az oka, tehát ez egy tünet, ami egy társadalmi sebnek vagy problémának a tünete. Egyrészt az apa nélküli társadalomnak egy betegség tünete. Különösen a férfiakra jellemző a homoszexualitásnak a térhódítása, és egy fiúgyereknek ahhoz, hogy ő a férfi identitásával azonosulni tudjon, ahhoz nagyon fontos, hogy legyen a közelben egy szimpatikus apa, akivel ő tud azonosulni. Kezdetben a gyerekek az édesanyával azonosulnak természetes módon, és aztán a fiúgyerek rájön, hogy ő nem olyan, mint az anyja, hanem olyan, mint az apja. Egy lélektani hídon át kell menni az anyától az apáig, és ez akkor lehetséges, ha jelen van az apa szimpatikus, az apa hívja a gyereket. Nagyon sok mai gyereknek az életében abszolút hiányzik egy pozitív apa figura. Nagyon sok gyerek csonka családban nő föl, csak az anyával nő föl. Igen gyakran, amit a férfiről, amit az apáról hall, az mind negatív. És ez sugárzik be, ez árad be a gyerekbe, hogy a férfi az egy szörnyűség, abból csak boldogtalanság fakad. Tehát emiatt is sokkal nehezebb a fiú gyereknek a férfi identitásával azonosulni. Nagyon sok pszichológus, pszichiáter ezt mondja, hogy a homoszexualitásnak az ilyen mérvű megjelenése, ez egy apa nélküli társadalomnak a betegség tünete. És hát sajnos ezt az ideológiát aztán zászlójára tűzte nagyon sok mozgalom, feminista mozgalom, de hát igazából ezek mögött inkább a homoszexualitásnak a terjesztését célul kitűző erők és pártok vagy mozgalmak állnak. Ez egy rendkívül nagy erővel terjesztett ideológia. Döbbenetes adatok vannak, talán sokan ismerik Gabriele Kubinek a híres könyvét erről a gender ideológiáról. Például elmond egy esetet, ami Münchenben történt nem is olyan régen. Egy édesapa felszólalt a szülői értekezleten, amiatt, hogy harmadikos általános iskolás gyerekeknek az ilyen családi életre szóló nevelés kapcsán azt kellett átélni, hogy azonos nemű párok jöttek be az osztályba, és ezt szépen propagálták, hogy ez is egy nagyszerű módja a szerelem és a nem tudom minek a megélésének. És az apa ott felszólalt a szülő értekezete, hogy ő ezzel abszolút nem ért egyet, hogy 9 éves gyerekeknek ezt kellene látniuk és tanítani. Mi volt az eredmény? Beperelték ezt az édesapát, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott. És nem sokkal később a gyereke, egy fia járt ebbe az iskolába, 12 éves volt, amikor egy ilyen homoszexuális hajlamú fiú az osztályból elkezdte őt tapogatni. És ez a fiú adott neki egy pofont. És ezt elkezdték kutatni az esetet, kiderült, a fiú mondta, hogy hát az apja gyakran beszélt neki erre, hogy ez nem egy normális dolog. És emiatt az apát újra beperelték, és börtönbe került ez az apa. A gyereket pedig a családtól elvették, hogy rosszul nevelik, homofóbnak nevelik, tehát intézetbe került. Ez most Németországban, Münchenben. Ezt az ideológiát a Szent Atya így is hívja, hogy a tolerancia diktatúrája. Amikor mindent tolerálni kell, csak azt nem tolerálja a társadalmunk, ha valaki még kimeri azt mondani, hogy fehér és fekete, az nem pontosan ugyanaz. És hát nagyon sok hasonló jelenség van. Nemrég olvastam, hogy a Strasburgi Emberjogi Bíróság előtt most 4 ilyen per is van. Például egy angol közalkalmazott azért veszítette el az állását, mert nem akart részt venni egy azonos nemű házasságkötésnél. És mivel ő ezt lelkiismereti, abból megtagadta,
Azt mondták őre is, hogy homofób, kirúgták, és tehát az állását elveszítette. Egyre több olyan ember van, ez is elsősorban Angliában, akit amiatt dobnak ki az állásából, hogy keresztlóba nyakában. Ez is döbbenetes tény, de egyre több ilyen eset, légiutas kísérő, vagy egyszerű kórházi ápolónő, és ott a nyakában a kereszt, figyelmeztetik, ha nem hajlandó levenni, egy-két héten belül kirúgják. Tehát sajnos ezek az ideológiák fantasztikus erőszakossággal terjednek, látszólagosan emberi jogokért, valójában egy nagyon drasztikus módon próbálják a maguk látásmódját másokra is rákényszeríteni. Hogy mondjak még egy megdöbbentő példát, sokaknak ismerős Arnold Schwarzeneggernek a neve, aki Kalifornia kormányzója lett, és például az általa irányított Kaliforniában csak olyan iskolák kaphatnak anyagi támogatást, akik ezt a fajta irányvonalat, tehát például a homoszexuális házasságoknak a propagálását vállalják, ahol aktívan ez az iskolában megjelenik. Amelyik iskolától elzárkózik, attól az anyagi csapokat elzárják. Ez borzasztó, de akkor a kérdésem az az, hogy mi keresztények ehhez hogyan álljunk hozzá, és itt most egy picit a Bibliától már valószínűleg most elvonatkoztatunk, de nagyon messzire vezet ez a téma, viszont aktuális, ezek szerint nagyon. Újra ismételném azt, hogy a keresztény hozzáállásnak az alap lényege, és erre nagyon fontos, azt hiszem, úgy gondolom, vigyáznunk is, nem az elítélés. Tehát amikor erről az egyházunk beszél, akkor nem bélyeget szeretnénk ráütni senkire. Az, hogy egy ember életében mihol és miért sebződik meg, és ebben ő maga mennyire felelős, ezt soha nem tudhatjuk. És a megsebzett embert nyilván szeretettel, tisztelettel kell kezelnünk és segítenünk. Egyébként az is egy teljesen téves elgondolás, hogy a homoszexualitásban való élet az egy problémátlan valami lenne azok számára, akik ebben élnek. A statisztikák szerint egy átlagos homoszexuális embernek az életében úgy nagy átlagban 100 szexuális partner van. Tehát nem párkapcsolatban élnek, hanem ilyen futó kapcsolatokban, nyilván egyik sem túlságosan jó, és emiatt váltják ezeket. Az AIDS betegeknek 72%-a az homoszexuális férfi. És a homoszexuális férfiak 1/4 kapja el egy idő után az AIDS-et. Homoszexuálisok között a depresszió, az alkoholizmus, az öngyilkosság rendkívüli módon megszaporodik, tehát nagyon gyakran előjön. Vagyis egyáltalán nem egy idilli állapot. Egyik híres olyan ember, aki mert erről az állapotáról beszélni, aki próbált ebből kikerülni, ő azt mondta, hogy ha a homoszexualitásra lenne gyógyszer, lenne tabletta, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon sokan az így élő embereknek a túlnyomó többsége azonnal bevenné, használná. Az is egy téveszme, hogy a homoszexualitás az genetikailag kódolt, és egy olyan állapot, amiből nincsen kifelé vezető út. Amerikai pszichiáterek közül nagyon sok, például egy Nicolosi nevű pszichiáter, azzal foglalkozik, hogy gyógyítsa ezt az állapotot, és nagyon sok esetben gyönyörű eredményei vannak. Nyilván nem minden esetben, de sok esetben sikerül egy-egy ilyen embert a heteroszexuális kapcsolatra, ami egy teljesen más jellegű, tehát a férfi és a nő közti szerelem az teljesen más, mint az azonos neműeké, az az önmagából való kilépés, a gyökeresen másnak a megértése, szeretete, az önátadás, tehát egy teljesen más jellegű kapcsolat, és akit idáig el sikerül vezetni, az egy hatalmas boldogságot él át. Nicolosinak van egy nagyszerű könyve, sajnos magyarul még nem olvasható, de döbbenetes élettörténetek,
ahol ezt írja le valaki, hogy ezzel a problémával küszködött, és aztán hogyan jött ki belőle. Azt hiszem, hogy ez a téma, ez az elkövetkezendő évben még egy-egy bibliai rész kapcsán, talán más-más fényben megvilágítva elő fog kerülni, de most a műsor vége felé közeledvén kicsit hadd ragadjam ismét magamhoz a szót, mert itt most ezzel kapcsolatban van egyre inkább egy olyan jelenség, amelyet, na kezdem inkább akkor előről, ahogy mondtam, a gender kifejezés ugye eredetileg nem hordozott negatívumot, csak egyesek alakították át a jelentését. És akkor itt jön be, amiről én szeretnék beszélni, hogy az a véleményem, hogy a társadalmat befolyásolni való erők körében manapság tudatos, egyfajta zsonglőrködés mondjuk így folyik a szavakkal, vagyis tudatosan manipulált nyelvhasználattal találkozhatunk. És ezek az erők, itt most nem akarok nevesíteni semmit, nevezzük így, inkább csak. Ezek az erők a nyelvi manipulációt nagyon gyakran a szavaknak először csak a finom átalakításával kezdik, és aztán ezt egyre inkább tágítják. A szavak, amelyeknek hagyományosan pozitív jelentése volt, először más jelentést kapnak, aztán árnyalatnyilag különböző jelentésre utalnak, és így kezdődik ez az átalakítás. Ugye ennek az az alapja, hogy az emberek el fogják fogadni az új jelentést, mert számukra a szó már régebbről ismerős. Csak néhány példát hadd mondjak, ez történt az eutanázia szóval. A szó az etimológiailag az ókorban a csendes, különöse fájdalmak nélküli halált jelentette. És ugye tudjuk, hogy most hova jutott, akik mondjuk zsonglőrködnek a szavakkal, a társadalmi beállítottságnak az átalakítására gyakran szépítő kifejezéseket használnak, amelyek elleplezik a szörnyű valóságot, ugye, tehát itt kapcsolódik ez az eutanáziához. Vagy ilyen az abortusznak az esete, amellyel kapcsolatban soha nem hallottuk azt a szót, hogy gyilkolni, vagy megsemmisíteni. Ehelyett hallunk viszont ilyen kifejezéseket, hogy önkéntes terhesség megszakítás, vagy az anyáknak, akiknek hármas, négyes ikreik vannak, egyes orvosok embrióredukciót javasolnak, hogy így jobb túlési esélyt lehet adni a meghagyott embriónak. Ugye itt már is megvan a kis ravasz indoklás is az egészhez. De amit az orvos valóban ajánl, az néhány magzat megölése az anyamékben, ezt azért le kell fixálni. Vagy azért folytatom, mert a sor még azért folytatható, például, hogy a partnert váltogató promiszkuitást ma nagyon sokan váltakozó monogámiának nevezik. Zseniális szó összetétel most a szónak a nyelvtani értelmében, csak nem az erkölcsiben. Vagy amit korábban szexuális elferdülésnek tartottak évezredeken keresztül, azt a mai etiket alternatív éles stílusnak hívja. És folytathatnám, a szexfilmek azok felnőtt filmek lettek. Azért akartam csak ezt elmondani, mert nekünk keresztényeknek nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy az ismerős pozitív szavakat hogyan töltik meg egyesek médiumokban, ilyen nagyon sokszor tapasztalható, megtöltik negatív tartalommal, és mivel bennünk pozitív kicsengése van a szónak, gyakran észrevétlenül elfogadjuk az apránként megváltoztatott jelentéstartalmat, és ráadásul van még egy csavar ebben a folyamatban, amit Püspök atya itt az előbb a történetekben, amiket vázoltál, felszínen vagy nyomon követhető, hogy ha valaki ellenszegülne ennek a nyelvi manipulációnak, akkor azt diszkriminációnak, vagy pedig kirekesztésnek nevezik, ami számomra, most elnézést a kifejezésre, de pont ez számomra olyan, mintha az lenne normális, és hogyha valaki fordítva ülne a lovon. No, tulajdonképpen ennyit szerettem volna erről a nyelvi manipulációról mondani. Egy-két percünk van még, Püspök atya, hogy összefoglaljuk akkor a mai adásunknak a mondani valóját. Tartok. És ezzel sajnos nagyon egyet értek, hogy így van. A Szentszéknek egy nagyon érdekes új kezdeményezése, hogy kiadnak egy szótárat, ahol magyarázzák ezeket az új szavakat, és kicsit leleplezik az, hogy mi van ezek mögé elrejtve. Például, amikor az embert megbélyegzik, hogy homofób, aki mondjuk erkölcsi okokból nem tartja a legmegfelelőbb dolognak, a homoszexualitásnak a propagálását, akkor azt megbélyegzik, mint egy gonosz ember, aki gyűlöli, úgy látszik, a másik embereket, akiknek ilyen
fajta problémáik vannak, ő a homofób. És amit most mondtad, ez éppen a fordítottja annak, amit az előbb mondtam, tehát itt nem a normális vagy a pozitív jelentésű szavakat akarják negatív átformálni, hanem itt egyszerűen csak rásütnek negatív bélyeget, mint hogyha kvázi mi lennénk a betegek, de bocsánat akkor. Igen, tehát érdekes manipuláció ez a nyelvnek, és valóban sajnos ez utat csinál aztán az ideológia gyakorlati megvalósításának is. Ennek a szótárnak egyébként az is a célja, hogy alakítsunk ki egy saját nyelvet, tehát tudatosan próbáljuk a dolgokat helyesen nevén nevezni. Nem elítélve, de mégiscsak világosan kifejezve a dolgoknak a valóságát. Ha egy mondatban kéne az adásunkat összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy az Úristen alkotta ezt a világot a maga képére szépnek, teremtette és szeretetre teremtette az embert. Amen. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Önök az elmúlt órában a Hit kapuja című műsort hallották Székely János püspök atyával és Kindelmann Győzővel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!